Így néz ki jelenleg a Szabadkai Óvó és Edzőképző Szakfőiskola amfiteátruma, ugyanis biztonsági okok miatt felújítási munkálatokra volt szükség. Ezeket a munkálatokat még tavaly nyáron elkezdték, és várhatóan az illetékesek szerint az új tanév kezdetére a diákok már itt hallgathatják újból az órákat. Az intézményben jelenleg az óvóképzés zajlik magyar nyelven. Az illetékesek szerint idén a gyakorlatok kivitelezésre jelentett nagyobb kihívást, mivel a tanulók nem tudták látogatni a Nasaradoszt iskoláskor előtti intézményt a járvány miatt. A gyakorlati oktatást pedig ebben az időszakban, ugye, amikor egy kicsit így tartózkodni kellett, nagyon segítő partnerként meg tudjuk említeni ugye a Talentum néptánc csoportot, ugye ott is van legalább egy 20 magyar gyermek, és sikerült ott is megvalósítani a gyakorlatot, meg ugye a Lurkóházban. Most 4 millió dinárból a terem új burkolatát készítik, és berendezéseket szereznek be. Még az ablakokat is ki kell cserélni a tavasz folyamán, és valószínű, hogy egy biztonsági burkot is fogunk a radiátorokra helyezni. A felújítási munkálatok első fázisának eredményét dr. Zorán Milosevic tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkár is megtekintette. Mi smo potpuno uvereni da realizacijom naših ciljeva zapravo ostvarujemo ono što nije politika, nego jedan realan život u kome je kvalitet studiranja nešto što gradimo u decenijskom smislu. A tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkárság társfinanszírozásának köszönhetően a főiskolán várhatóan a nyár végére befejeznek minden munkálatot.